A tavaly augusztus 21-én megtartott évadnyitó társulati ülésen rendhagyó módon Kis Csaba igazgató a művészeti tanács tagjaival közösen fogalmazták meg hitvallásukat. A Miskolci Nemzeti Színházban új irány indult el a 2012-2013-as évadban. A színes szereplőgárda az intézmény munkatársaival együttműködve azért dolgozott, hogy tökéletesen jelenítsék meg az általuk elképzelt illúziót. Az igazgató szerint a cél az együtt gondolkodás, az erős társulati összmunka, a kulturális elértéktelenedés megállítása, a színház és a közönség viszonyának a megújítása volt. A Miskolci Nemzeti Színházban számos érdekes és izgalmas előadással készültek, a 16 premierből 5-öt a Nagy Színházban tartottak. A teátrumban új előadásként szerepelt Móricz Zsigmond Úri Muri című műve, a Chicago, Verdi Nabukója, az Óz a nagy varázsló, a padlás. Nagyon izgalmas évad volt, nagyon jó évad volt. Hihetetlenül jól fogadott a város, a környék, nagyon-nagyon sok nézőnk volt, rengeteg előadást játszottunk, 480 körül van, 482 azt hiszem a mostanáig játszott saját és vendégelőadásoknak a száma. 140 ezer körül van a nézőszámunk, tehát ez hihetetlen, hihetetlen eredmény az országos viszonylatban is. És ami a legjobb érzés, hogy olyan szeretet van a nézőktől a színház irányába, annyira befogadták a színészeinket, megkedvelték a társulatot, teltházakkal mennek az előadások. Én igazából ezt érzem a legnagyobb dolognak. Arra vagyok nagyon-nagyon kíváncsi, hogy sikerül-e az a programunk, hogy Miskolcot az egész régió színházává tegyük. Most felvettük a kapcsolatot 140 borsodi polgármester, borsodi település polgármesterével, és olyan feltételeket próbálunk meg kidolgozni a színház bérletesei, vagy jövendő bérletesei számára, hogy az emberek érezzék meg, hogy a Miskolci Nemzeti Színház az egész környéknek a színháza, és hogy szívesen jöjjenek ide. A következő évadban 16 bemutatót tervezünk, plusz újdonságként 3 balett előadást. Ebben az esetben a balettet nem a spiccipős tüdős változatban kell elképzelni, ez kortárs táncok. És azért veszem előre őket, mert ezáltal, hogy megalakult a Miskolci Balett, ez egyébként egy országosan óriási visszhangot kiváltó dolog volt, hiszen ma már megszűnnek, együttesek nem alakulnak. Lesz 2 operánk, a Don Giovannit fogjuk bemutatni a nagy színpadon, és a Debreceni Csokonai Színházzal közösen lesz egy Vajda János opera. A nagy színpadon egy olyan műsortervünk lesz, ami 2 zenés darabbal indul, a Lili Báró nővel, ennek már hamarosan meg lesz, vagy megvolt a nyári színházi bemutatója, illetve a My Fair Lady, ez lesz az októberi bemutatónk, Bródi Sándor tanítónője lesz a nagy klasszikus magyar bemutatónk, utána jön egy fő dobóhózat, és a gyerekeknek, meg a családoknak pedig Vörös Sándor a Holdbeli Csónakos című lírai meséjét fogjuk eljátszani. Szóval egy nagyon-nagyon széles spektrummal fog működni a színház. Hasonlóan az ideihez, de azt érezzük, hogy ennek az évadnak a sikere ez egy nagyon erős bátorítás jövőre nézve. A sajtó reggelén elhangzott, hogy a színház vezetősége próbált közönségteremtő intézményként, nyitott szellemi műhelyként működni, ezért komoly lépéseket tettek a város értelmiségének megszólítására. A találkozók és viták során igyekeztek megismerni a nézők véleményét. A teátrum dolgozói több egésznapos rendezvényt szerveztek, melynek keretében kiléptek a színház épület hagyományos teréből, és meglepő utcai akciókkal a nagy csomagolás, a szünnap ünnep, a színek évada piknik, vagy a határtalan napok köztéri akcióval várták az érdeklődőket. A Miskolci Nemzeti Színház társulata gazdag és sikeres évadot tudhat maga mögött, melyben nagyon sok befektetett munka rejlik.